A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Györpuszt Televízió hetente jelentkező egészségi életmód magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban azzal foglalkozunk, ami mindenki számára legfontosabb, az egészségünkkel. Hétről hétre egy-egy fontos kérdéskörről beszélgetünk vendégeimmel, megismerhetjük a szakemberek véleményét arról, hogy miként kerülhetjük el a betegségeket, illetve mit tehetünk akkor, ha már megjelennek az első tünetek. A kávé fogyasztásának megítélése általában két csoportra osztja az embereket, vannak, akik károsnak ítélik, és vannak, akik egészségesnek. Azonban tény, hogy a kávé serkentő hatása van a központi idegrendszerre, a szívre, a vérkeringésünkre, és vizelethajtó hatása miatt a vesénkre is. A csersav stimulálóak hat az érrendszerre, kitágítja az érfalat. Ugyanakkor a csersav irritálhatja a gyomor nyálkahártyáját. Most a szakemberek kávéról alkotott véleményét járjuk egy kicsit körül. A kávéfogyasztás legnyilvánvalóbb élettani hatása a koffeinnek köszönhető éberségérzet. Ugyanakkor előfordulhat, hogy serkenti a bélműködést, vagy másoknál gyomorpanaszokat is okozhat. Most lássuk, hogy ezzel kapcsolatban mi a gasztroenterológus véleménye. Rengeteg kutatás folyik a kávéval kapcsolatban. Leginkább ezek a csersavak, fenoloidok, antioxidánsok hatásait vizsgálják jelenleg az emésztése kapcsolatban, illetve a sav fokozásával kapcsolatban. Általában a kávénak erős hashajtó hatása van, ez általában a csersavaknak, a klorogén savaknak és a kávésavnak tehető be, amik általában a gasztrin szintet, ami felelős a vastagbél motilitásáért, illetve a kolecisztokinint serkenti, ami meg a Epe ürülését. Ez a kettőség az, ami okozza azt, hogy hamar meglátogatjuk a mellékhelyiséget, általában már 4-5 percen belül jelentkezik ennek a hatása. Ha valaki hosszabb távon nagy mennyiségű kávét fogyaszt, ennek a hatása azért csökken általában, és a koffein ezért nem felelős, tehát hogyha a koffeintartalmú ital akarjuk helyettesíteni a kávét, kólával, egyébbel, ez nem fog érvényesülni. Minden étkezés után nem kéne kávét innunk, fokozza a gyomorsavat, ezáltal gyomorégést okozhat, de fokozza időseknél, főleg akiknél alacsonyabb a bifidogén baktériumok száma a vastagbélben. Ennek a számát fokozza, ezért jót tesz az emésztésnek, jobb az emésztés, tehát több ételt tudunk bevinni ezáltal, jobb az emésztésünk. Ez főleg időskorban fontos azért, mert az ő nyálkahártyájuk, bélrendszerük van kitéve több káros dolognak, gyengébb már az immunrendszer. A napi dózist nehéz meghatározni, általában ugye korcsoport, illetve betegségektől függ, hogy kinek mennyi az egészséges dózis. Általában a szakirodalom 300 mg koffeint ír egészségesnek, ez általában 3 csésze kávénak felel meg. De a kávé, a koffein bevitellen, tehát a kávén kívül a koffein bevitel, teán, magas csokoládé vagy kakaótartalmú italok, ételek fogyasztása által is érvényesül, tehát könnyen túladagolható lenne, általában jól lebomlik maga a koffein, de vannak olyan betegségek, olyan állapotok, terhesség, fiatalkor, májbetegség, amiben csökkentenünk kell a bevitelt. Vannak olyan betegségek, amiben mindenképpen jó, hogyha nem fogyasztunk kávét. Ilyenek az inszomnia, az alvászavarokban küzdők. A glaukóma zöldhályokban kimutatták, hogy a glaukómás rohamok számát csökkent, és vannak bizonyos neurológiai betegségek, fejfájás típusok, epilepszia típusok, amiben mindenképpen, ha elhagyjuk a kávét, csökkennek a rohamok száma, illetve a fejfájásoknak van bizonyos típus, amit javít, és olyan, amit pedig ront. Ez egyénfüggő. Olyan a gasztroenterológiai betegségek csoportja, a gyulladásos bélbetegségek,
első csoportja, amiben aktív gyulladáskor nem javasolt a kávéfogyasztás. Remisszióban, amikor éppen nincs aktív gyulladás, akkor általában lehet kávét fogyasztani, de inkább szoktuk javasolni az instant kávék vagy teákra való átállást. Másrészt pedig a fekét szignifikánsan kimutatták, hogy fekélybetegeknél a kávé, tehát nem magint a koffeinre hajazódik ki tehát a válasz, hanem a kávéban található savak miatt mindenképpen fokozza a gyomor savtartalmát, ezért reggel így gyomorra nem kéne kávéval indítanunk, hanem előtte egy reggeli pohár víz, és utána kell leginkább a kávéval kezdeni. A kávé átmenetileg hirtelen vérnyomásemelkedést okozhat, és szűkítő hatása is lehet. Mennyi kávét ihatunk meg egy nap, és milyen hatással van a vérkeringésünkre? Erről most a kardiust kérdeztük meg. A kávé legismertebb hatása, hogy felélénkíti az embert, valamelyest csökkenti a fáradtságot és lendületet ad. És a kávé a koffein miatt, hiszen a koffein az agy különböző részeire hatva csökkenti a válaszreakciót és javítja a rövid távú memóriát. Ezek brit kutatók igazolták ezt koppanyelmer vizsgálattal. A Harvard Egyetemen, egy Amerika legjobb, a világ legjobb egyetemén kimutatták, hogy a rendszeres kávéfogyasztók esetében 50%-kal kisebb eséllyel követnek el öngyilkosságot, mint a nem kávézó társaik. Ez valószínűleg amiatt van ez, mert maga a koffein csökkenti a depresszió tüneteit, és pozitív hangulatot idéz elő az emberi szervezetben. Mindenki ismeri az antioxidánsok, ezek nagyon fontos szerepet játszanak az egészség megőrzésében. Nos, bármilyen furcsa, a kávéban rengeteg antioxidáns van, hiszen tudjuk, hogy nem csak koffein van a kávéban, hanem klorogénsavat is tartalmaz, és közismert, hogy a klorogénsav egy erős antioxidáns hatása van. Ezek az antioxidánsok csökkentik a sejtek károsodását, és ezáltal késleltetik az öregedés hatásait, és ezért van így, hogy a kozmetikai iparban előszeretettel használják a kávét, emiatt az erős antioxidáns hatásában. Egy kutatást végeztek a britek is ezzel kapcsolatban, kimutatták, hogy a naponta 3 csésze kávé fogyasztók körében kisebb a korai, alacsonyabb a korai halálozás és a szívbetegség kialakulásának a kockázata, mint a nem kávézó társai. Tudni kell, hogy a kávé amellett, hogy pozitív hatása is van, azért bizonyos embereknél emeli a szívfrekvenciát, enyhén emeli a vérnyomást és remegést is okoz, főleg azoknál az embereknél, akik nem szoktak kávézni és hirtelen nagy mennyiségű kávét isznak. Tehát a beszélgetésünk nem az a célja, hogy rábeszéljük az embereket, hogy igyanak kávét, de aki kávét fogyaszt, és nem sokat, mondjuk naponta maximum 3 csésze kávé, az nem kell félni attól, hogy valami problémája lesz, sőt, ez jó hatása van. Tehát a kávé az egészségessé és boldoggá tesz. Azok az emberek, akik érzékenyek koffeinre, tehát akiknek ritmuszavarok szokott lenni, hirtelen emelkedik a vérnyomások, azok inkább koffeinmentes kávét javaslunk, hiszen koffeint nem tartalmaz, viszont van benne antioxidáns anyag, tehát jó hatása volt. Leírták meg, több kutató is leírta, hogy a kávénak bizonyos rák megelőzésében is fontos szerepet játszik, csökkenti a cukorbetegség kialakulásának a kockázatát, és a májbetegségnek a kockázatát is csökkenti. Tehát több szempontból kedvező hatása van a kávénak. Terheseknek nem ajánljuk semmiképpen, meg azoknak az emberek, akik szívritmuszavarral szenvednek.
Most lássuk, mit javasol a dietetikus, milyen fajtájú és mennyiségű, illetve ízesítésű kávé az, amit rendszeresen fogyaszthatunk. Kávé jótékony hatású, hogyha megfelelő mennyiségben fogyasztjuk, tehát 2-3 csésze naponta megengedhető, jótékony hatása van, antioxidáns tartalmú, tehát a szabad gyököket, káros anyagokat megköti, valamint értágító hatása is van, akkor a memóriát fokozza, élénkítő hatása van, tehát sok jó tulajdonsága van. 18 év felett javasolt a kávéfogyasztás, alatta nem szükséges. Az árakban is van különbség, és a minőségben is, tehát azért a drágább termék azért jobb minőségűnek mondható, valamint azért figyelni kell a kávéfogyasztás mellett, hogy a folyadékot is pótoljuk, mert azért visszhajtó hatása van, tehát hogyha nem fogyasztunk megfelelő folyadékot mellé, akkor azért a szervezet dehidratált lehetett száradás, kiszáradás is létrejöhet, tehát azért a folyadékra figyelni kell, valamint azért függőséget is okoz a kávéfogyasztás, hogyha nagy mennyiségbe fogyasztjuk. Azt úgy vesszük észre, hogyha a kávét nem fogyasztjuk, és fáradékonyabbak vagyunk, ingerültebbek, akkor azért célszerű egy pár napig, egy ideig szüneteltetni a kávéfogyasztást, de van a koffeinmentes változat is, tehát azt is azért lehet javasolni, abban a koffein tartalom nagyon minimális, tehát azért van benne, de minimális. Nyáron is minimális mennyiségben, tehát kevesebbet lehet azért kávét fogyasztani, itt a fontos szerep, hogy a folyadékot pótoljuk. És kinek nem ajánlott kávét fogyasztani? Akinek gyomorbetegsége van, gyomorfekéje van, ott nem javasolt a kávé, mert a savasságával fokozzuk. Tehát akinek gyomorbérrendszeri problémája van, ott nem javasolt, viszont egészséges szervezetnél a gyomorbél működést fokozza, tehát a székelést is segíti, székrekedés esetén is javasolt. Én azt gondolom, hogy a gyomorbetegeknél a mennyiségre kell odafigyelni, tehát az, hogy most teát vagy kávét fogyasztunk, megfelelő mennyiségben, meg az étkezésben, életmódunkkal, mozgással, alvással, stresszkezeléssel, hogyha ezt helyén tudjuk kezelni, akkor kis mennyiségben lehet fogyasztani, nem kell teljes mértékben lemondani róla. A kávé az egyik legnépszerűbb és legismertebb italunk. Néhány évszázad alatt a világ minden részén elterjedt. Diadalmas útjában nem tudták feltartóztatni sem a vallási tilalmak, sem az uralkodók rendelkezései. De lássuk most, hogy honnan ered és mennyire vált kultusszá a kávé fogyasztása. Az, hogy maga az italt mikor találtuk ki, arról számtalan legenda létezik. A leghíresebb legenda az Caldi nevű kecskepásztorról szól, aki Mekka közelében élt, és észrevette, hogy a kecskéi nagyon aktívak lettek, amit egy piros bogyós gyümölcsöt mindig így lelegeltek, és elvitte ugye a gyümölcsöt, meg magát a növényt is a helyi sámánnak, vagy bármilyen spirituális vezetőnek, hogy vizsgálja ezt meg, és nagyjából mondja meg, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy mi történik, és értelemszerűen ugye a vezető megvizsgálta, kipróbálta, csinált belőle egy főzetet, és úgymond ugye rájöttek, hogy ennek érénkítő hatása van, és ezáltal ugye így lett használva. Alapvetően amúgy Európában és mind Olaszországban a 8. Clementin pápa áldását kapta a kávé, amikor elért addigra a kereskedők odahozták a Franciaországba, hogy a Lajos király adta rá, úgymond a szavát, szóval nagyon mindenhol úgy indult be a kávé, hogy éppen az aktuális nagyvezetőhöz elért, hogy akkor itt döntsd el, hogy az jó lesz, vagy nem lesz jó, és így hál' Istennek mindenki úgy döntött, hogy jó lett maga a kávé. A mi helyzetünk, így Magyarország is alapvetően, így Kelet-Európának, így az ebből, aki még úgymond a kommunizmusban
ezen az oldalon állt, egy kicsit más a helyzetünk, hiszen addig, ameddig nem történt meg úgymond a rendszerváltás, addig a kávé kultúránk egy kicsit korlátozott volt, és úgymond nagyon sok olyan dolog, ami már zajlott Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában, az nem jutott el hozzánk. Ugye a 90-es években a nagy olasz cégek hirtelen megtámadták úgymond Magyarországot, és nagyon sok brand jött be az országba, és így úgymond leterítették a kávézást itthon. És talán egy 2006-7-8 környékén kezdődött egy olyan úgynevezett új hullám a magyar kávékultúrának, mármint a szakmai kávékultúrának, ami ugye arra irányult, hogy jobb minőségű kávét adjunk úgymond a fogyasztóknak, hanyagoljuk az ízesítőket, amennyire lehet, maximum csak tejjel operáljunk, és különböző pörkölési szintű kávékat kínáljunk a vendégeinknek, és nagyjából tudjuk azt, hogy mi az, amit igazából odadok a csészébe. Alapvetően az sem mindegy, hogy maga a kávéfogyasztás, ahogy mondtad a legelején, hogy most kotyogóssal indul, egy klasszikus espresszó gépből készített kávéról beszélünk, vagy most ugye a nem is olyan rég behozott kapszulás gépekről beszélünk, vagy a kis otthoni gépekről, vagy esetleg a filter kávéról. Szóval alapvetően a spektrum elég széles, hogy mit tudunk fogyasztani. Mi alapvetően, ezt tudom nyilatkozni a szakdolgozatomról is, mert a kávé fogyasztásról írtam pont szakdolgozatot, a kotyogós, illetve espresszó technológiájú kávét fogyasztunk javarészt. Szóval, hogy még csak már nagyon sok a kapszulás kávé, de még mindig az espresszó alapú, mármint a nagy kávégép rendszerű és maga a kotyogós van előnyben, de ezek a kapszulás kávék nagyon át fogják venni a helyét. Alapvetően a kapszulás kávé egy jó, gyors megoldás, a minőségi szinten tartására nagyon jó, hiszen mindig ugyanazt azt a tabletet fogyasztja az ember. Az már egy másik kérdés, hogy maga úgymond a lélek mögötte, ami a kávé készítése jár, az mennyire van jelen, de hát ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse. Mi itt a szomszédban alapvetően Dél-Amerikából és Afrikából vásárolunk kávét, de értem szerint nem mi közvetlenül, hanem egy budapesti mikropörkölővel dolgozunk együtt, aki különböző fajta arabikákat pörköl. Ugye mi csak 100% arabika kávét használunk. Ez ilyen személyes szakmai tapasztalat, hogy jobban szeretjük az arabikát, mint mondjuk a robusztás keverékeket. A kettőféle pörkölési szintű kávét használunk itt a szomszédban. Az egyik egy sötétebb pörkölés, ami úgymond a fogyasztóknak azt az élményt, ízélményt adhatja vissza, amilyen klasszikus, olaszosabb kávé. Szóval ez egy kicsit kesernyi és testesebb ital, valamint mindig tartunk egy világosabb pörkölést, ami, aki még eddig nem ivott, annak nagyon furcsa lehet, hiszen a kávé sokkal több savat tartalmaz, teljesen megváltozik maga az íze alapvetően, és nagyon érdekes ízeket tudunk felfedezni benne, ha odafigyelünk úgymond a csésze iszogatása közben, de értelemszerűen akkor nem szabad ízesítőkkel teletennünk. Maga a kávé, amit készítünk, ugye említettem, 100% arabika, értelemszerűen frissen öröljük, és maga a technológia, amivel készítjük, az egy espresszó gép technológia, szóval ugye hőcserélős kávégéppel dolgozunk. Ezen kívül még, amit kínálunk, az egy Mitsudashi, ami egy hideg áztatmány, ami szintén kávés ital, viszont nem a, ugye az espresszó gépen készül, hanem leöröljük a kávét, ezt ugye beáztatjuk 8-12 órán át, ez ugye a hűtőben van, utána leszűrjük, és akkor elkészült az úgynevezett hideg áztatott kávé, angolul népszerűbb a neve, hogy cold brew, amit meg szintén használunk még akár egy limonádéban is, mert van egy kávés limonádénk, amit szintén ezzel készítünk. Alapvetően az alapkínálat, úgymond, ami nagyjából mindenhol fel lehet, az evidens volt, és szeretünk volna egy-két olyan kávés dolgot feltüntetni, vagy felrakni a lapra, ami nem nagyon, ami mondjuk más esetleg nem fut bele az ember mindenhol. Alapvetően, amit említettél, a narancsos fajas cappuccino az talán a legjobb példa erre. Abban az italban nincs plusz szirup, ami az ízét adja, hanem alapvetően maga a fahéj, illetve a narancshéj adja meg azt az aromát, ami pluszba beleemel a kávéba. Emellett ugye még a mézes kalács, vagy összes több ízesítésünk, igazából ezt a téli italaknál hoztuk be, hogy azok az emberek, akik mondjuk esetleg innának, és egyben kicsit ennének is valamit, mert ugye úgymond egy jó nagy látta méretű kávét fogyasztanak, ami ilyen desszert jelleggel készül, hogy abból is tudjunk valamit a repertoárunkba emelni. Mi egy nagyon érdekes egység vagyunk, mert ugye alul, vagy hát kettő szinten működik a szomszéd, mint kávézó is már, és a harmadik szinten, vagy hát ugye a második emeleten pedig a Hungarian Barista Academy-nek van úgymond az oktató terme, és alapvetően tényleg, hogyha valaki hivatásszerűen, vagy pedig nagyon, nagyon intenzív hobbiszerűen érdeklődik a kávé iránt, akkor tudunk értelemszerűen neki is segítséget nyújtani, hiszen oktatásokat csinálunk már lassan 2,5 éve igazából, amivel szintén az a célunk, hogy mindenki jobban megismeri a kávét, és olyan kávét tudjon inni, amilyet igazán megérdemel, hogy tudjak így fogalmazni.
de alapvetően, ha valaki csak pusztán így érdeklődik a kávé iránt lent a szomszédba, és alapvetően a személyzet nagyon szívesen segít bárkinek apró kávés kérdésekben, mindig hozunk le 4-5 féle kicsi zacskós kávét, ugye pont azért, hogy meg tudják vásárolni az emberek, ha esetleg otthon innának valami különlegesebb kávét, szóval mindig van 250 g-os szemes kávéból választékunk lent. Szóval ilyen szempontból kávéból nagyon szívesen segítünk, mind a szomszédban, mind fent az iskolában bárkinek. Kedves hölgyeim és uraim, elérkeztünk mai műsorunk végéhez, egészségügyi témákról olvashatnak még a Gyűrűk+ heti lap vény nélkül rovatában. Jövő héten, ugyanebben az időben ismét várom Önöket. Addig is az alábbi e-mail címre bátran írjanak nekem, bármilyen kérdésük van, mindenre választ kaphatnak. A viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.